Mert hogy Magyarországon is kevés még a tudás. Nagyon sokáig letagadták. Készítettünk 2014-ben egy könyvet, egy történelmi kutatóközponttal, ami kimondottan 10 éveseknek szól, és ez a könyv ez felhasználható az iskolákban oktatási segédanyagként. Mégsem volt egy olyan befogadó intézkedés, amelyik egyik részről elismerte volna az üldöztetésünket, és mint egy kompenzálásként megnyitotta volna az utakat a romák számára. Az elismerésért vívott harc mind a mai napig folyamatban van. A roma identitást azt a gyerekek megőrizhetik, tehát az oktatáson keresztül. A romák Magyarországon tudják vállalni az identitásukat, de nem kötelező. De egyre többen választják, és egyre többen mondják azt, hogy ők magyarok is, és romák is. Azt tapasztaljuk, hogy a szélsőséges ideológiával, a cigány ellenességgel politikai tőkét lehet kovácsolni. Be lehet jutni a magyar parlamentbe és az európai parlamentbe, akkor minthogyha ezek a történelemkönyvekből ismert 30-as évek térnének vissza. A kultúránkban és a mindennapi életünkben ez a félelem a hivataloktól, félelem a rendőrségtől, az állandó kiszolgáltatottság érzés rendkívül erős. Ez talán hasonlítható a legtöbb szegény csoporthoz. De amikor azt érezzük, hogy szélső jobboldali csoportok cigánytelepeken menetelhetnek, és a többségi társadalom nem eszmél rá, hogy ez ugyanaz az ideológia, mint amivel a holokauszt kezdődött, hogy nem állítják meg őket, hogy nincs egy országos felháborodás, hanem a cigányellenes ideológiából politikai tőkét lehet kovácsolni, akkor rendkívül kiszolgáltatottnak és menekülőnek látom a romákat. És ez nagyon-nagyon befolyásolja a bátorságunkat, a merészségünket, a kezdeményező készségünket, azt, hogy hogyan állunk az élethez. I think the situation has become more difficult. There was another very important piece that I included in the exhibition, and that was a video that was shot by two young Roma. That was a very powerful work about extreme right-wing football fans, and they're very racist, and that's part of their identity to be against mostly Roma people, but against basically anybody who is not them. Mi azt szeretnénk, hogy mindenkinek, aki szegénységben él, tudjunk segíteni, és köztük a romáknak is. De természetesen tudjuk, hogy szegénységben élünk leginkább romák, ezért sok olyan programunk van, ami kimondottan nekik szól. Elindult egy olyan fejlődés, aminek az a lényege, hogy Magyarországon végre a romák és a nem romák közösen akarják megoldani ezt az ügyet. Tehát nem lehet a felzárkózás és roma ügyet nem lehet úgy megoldani, hogy áttoljuk a romák oldalára, hogy oldjátok meg ti, de az sem lehet, hogy a nem romákra bízzuk, hogy akkor majd oldják meg a nem romák, hanem ez csak közösen lehet. Amíg a romák identitása, amíg a romák történelme a kisebbség magánügye marad, addig nem csináltunk semmit, hogyha közügyé tettük. Ha ennek az országnak jeles napjává tettük, hogyha minden érintett településen megemlékeznek róla, akkor túlléptünk a múlton. Akkor már csak emlékezés, tiszteletadás és a jövő építése lesz. Közösen.
Még a kádár szaszlási umaszaszom, én majlási umaszaszom. A tűncsek a dolem bünteti, az kocsi dolgozi az. A kápal egy érdeklél. Sza dolgozi naszasz, sza kongodi, sza kamen aszam, e virrendél a csivorvin aszam inge. Kezsannaszke dolgozi nasz. De a gyész kasztézsaszasz.